Az ellenfél. Na gyere, nyomjunk! Na, öcsi, a többit rád bízom. Hozz még egy kört. Bocs, fiú, már bezártunk. Tudod, mikor zársz te be, paslékos fiú? Hogy? Mit mond a moslék? Hogy ő egy boxoló? Sportember? Ez a Makmarci. Legalábbis azt hiszi magáról. Tudod ki ez? Egy felfújt hólyag. Meglököd, és hanyatt esik, mint egy zsák. Ez egy moslékos fiú. Na figyelj, öcsi! Elég legyen. Én mosogatok. Én meg vendég vagyok. És a vendég a császár, nem? Gyerünk, szedd fel, mosogató fiú. Nyomás, szedd fel és tűnés. Mosogató fiú. Mi? Zárva vagyunk. Hogy? Tessék, szedd fel! Kapd el a pofáját!
szemét! Csendesebben. Por favor, aludni szeretnék. Entiende? Gyerünk, ne kímélj! Nem a rokonod, ne sajnáld! Gyerünk, nem az anyád! Gyűlöld, gyűlöld, harcolj, gyűlöld! Ász, ász, ha nem te, akkor ő ki fog ütni! Ne hagyd magad! Te üsd ki, üsd ki! Te vagy a jobb! Húzd be neki! Hé, hey, fiúk, nem kell egymást megölni, adjátok el! Ez szemét disznó. Szétverem a pofát, ha még egyszer ilyet ütsz. Na hát ide figyelj, te sápat arcú, mit képzelsz magadról? Csak nem az, hogy valamire viszlát is előttem! Mit csináltok? Adjátok abba! Nem érted? Te! Te disznó! Hát ide figyelj, nagy erős, majd a ringben legyél ilyen kemény. Nem vagyok nagy erős. A meccsre edzem, nem másra. Hát persze, a nagy meccsre. Maga mondta, hogy ki van tűzve a mérkőzés időpontja. Azt mondtam, megpróbálom. Te meg itt verekedéseket kezdeményezel, mintha így bizonyítanod kellene, vagy mi. Mondhat, amit akar lenni. Azt ígérte, hogy verekedhetek. Na ide figyelj. Kapd össze magad, mutass valamit, és akkor lehet, hogy verekedhetsz. Hey. Lehet. Larry. Meg kell beszélnünk néhány dolgot. Menjünk az irodába. Na mi lesz? Ez nem a páca nevel, de így csak az jut a mennybe, aki nagyobbat üt, mint a másik. Te, kik ezek a faszok? Martin Duranti emberei. Na, szállj le onnan, öcsi. Bocsánat. Eltévesztetted a házszámot. Randit van, öreg fiú. Csak nem erre vártál. Mit akarsz? Edinek adta a meccsen. De mondja meg, miért? Bobby, hagyd békén, pecázni megyek, majd holnap megbeszéljük. De miért Eddie verekszik, és nem én? Na, ide figyelj, te kibírsz 6 menetet, de az a kutyát sem érdekli. Mi? Hát a pénz, a pénz, hol a pénz? A bookmaker nem rád akar fogadni, neki tuti meccs kell, senki nem akar az erdőben barangolni miattad. És ezért ejtett engem? Miért? Mit kellett volna tennem? A szellemek nem bunyóznak, itt pénzről van szó, és ha megvan a nyertes, te nem tehetsz más, csak jó pofát vághatsz hozzá. Maga egy vén szemét, érti? Egy vén szar.
Köszönöm szépen. Kéti, kiugrom egy pillanatra. Én nem sietnék annyira vissza. Ne aggódj, vedd hát egy kicsit. Menj csak. Kösz. Szia, drágám. Mikor lesz a meccs? Nem tudom. De Larry megígérte, vagy nem? Igen, de meggondolta magát. Úgy látom, nem rajta múlik. Van egy Duranti nevű vasas. Ő mondja meg, ki búnyúzik. Ő a főnök. Neki kell bizonyítanom. Duranti, az egy gangster. Bobby, ezt el kell mondanom apámnak. Figyelj, nem akarom, hogy apád megutáljon a bunyóért. Hadd higgye, hogy melózom. Az apám amúgy is utálja a bunyósokat. Hagyd hát abba! Nem. A dolgot nem lehet csak úgy elintézni. Ne hülyéskedj. Ismersz, milyen vagyok. Még egy Duranti sem fog rángatni engem. Imádlak, te nyakas. Csak meg ne változz. Attól nem kell félned. Ha összeházasodunk, nem én fogok mindig mosogatni. Én nem. Az apám. Mennem kell, drágám. Bobby Mulligan vagyok. Martin Duranti úrral szeretnék beszélni. Meg van beszélve? Nem, nincs megbeszélve. Bejelentés nélkül nem tudja önt fogadni. Igen. Sajnálom. Jó estét, Duranti úr. Valaki követett bennünket. Legyen rá gondja. Hé! Hová megy, kérem? Duranti úrral kell beszélnem. Nekem meg magával kell beszélnem, felejts el. De értse meg, nagyon fontos. Én egy boxoló vagyok, beszélnem kell. Duranti úr az irodájában, és nem az éjszakai bárjában szokott a boxról beszélgetni. De értse meg, nagyon fontos dologról van szó. És szerintem ez ugyanolyan hely, mint az irodája. Itt nyakkendő és zakó kötelező. Szia, Martin. Megint részeg vagy? Nem, alig ittam.
Csak épp egy poárkát a lámpaláz ellen. Ha tudnál, milyen undorító vagy, Gilda. Menj a francba. Egészség. Tölts még egyet. Elég legyen már. Olyan közönséges vagy, mint egy kurva. Csak a te kedvedért, édes. Inni akarok. Ez fáj, édesem. Menj az öltöződbe. Menj! El is megyek, ne félj! Bocsánat, segíthetek valamiben? Igen, ha lehet. A hölgy velünk fog jönni. Szerintem meg nem akar. Ekkora bajban nem voltam. Belevalósrát vagy, akárki is vagy. Bobby Milligannek hívnak. Gilda. És te mi járatban vagy, Gilda? Nagyon rossz járatban. Hál' Istennek ott voltál. Köszönöm Martin Durantinak. Vele akartam beszélni a boxmeccsemről. Ah. Én a barátnője voltam. Hát igen. Van ízlése a hapsi. Igen, és nem csak ízlése. De pénze is, hogy mindent megkaphasson. Szóval hová vigyelek? Igyünk meg valamit, jó? Ó, már így is elkéstem. A főnököm megnyúsz. Egy bárban dolgozom, és már így is késésben vagyok. Egy bárban? Vigyél oda. Meghívlak egy sörre, és azt játsszuk, hogy csak ott ismertelek meg. Nem. Olyan helyekre hölgyek nem szoktak járni. Nem látok itt egyetlen hölgyet sem. Na, látod, milyen hely ez? Én a te helyedben nem mennék be egy ilyen helyre. Figyelj, mihelyt a főnök lelépett, lehet szó arról a sörről, de hátul jössz be, és nem a főbejáraton. Persze, rendben, szépen itt maradsz, és megvársz. Itt nem lesz bajod, amíg szerzek egy taxit neked. Nem lesz semmi baj. Mit képzelsz te magadról? Na mégis mit? Itt vagyok, egyedül, te pedig nem jössz. Hol voltál? Defektet kaptam, főnök. Ó, igen, persze. A tökeid nem lyukadtak ki. Te veled mindig történik valami rendkívüli. Telefonálsz, hogy fáj a hasad. Hogy fáj a szíved. Elhagyott a szerelmed. Ilyen tragédiát. De főnök, kérem, na, felejts el. Állj munkába, ne lelkizd nekem. Abból nem lehet megélni. Felejts el. Ne akarj engem átvárni. Nem vagy te olyan okos fiú. Hamarabb kell, ahhoz felkelnem, kisfiam. Mi lesz ez a világból? Se kötelesség, se semmi. Érsz a tüzemről, kisanyám? Gyere velünk autókázni. Nem. Ó, és miért nem? Na, ne félj, nem bánt a bácsi. Nézd már, nézd már a kis vadot. Kicsim, ne kapkodj már. Lefulladt ez a dög. Vigyázzatok a csaj, ne szarod már, öreg. Indulj már. Kicsikém. Nyugi. Megkapod a magát. Gyerünk már. Csukjátok be az ajtót!
szép munka volt. De most már velünk jön a hölgy. Ugye, Gilda? Rendben, fiúk. Csak semmi erőszak. Jövök magamtól. Ő mentett meg kétszer is. Először tőletek, most meg ezektől a csavargóktól. Kösz, öregem. Bejöhetek? Gyere. Hol voltál ma éjjel? Mondjuk, hogy hol nem voltam ezen a különös éjszakán. A gorilláid nem mondtak semmit? Mert én nem fogok beszélni róla, ha egyáltalán érdekel, hogy mi történt. Hogy, Martin, fáradt vagyok. De hogy vagy fáradt. Martin, eresz! Már be se hívsz? De, kerülj be. Két napja nem láttalak. Mi történt? És semmi különös. Hívtalak a tornateremben is. Larry azt mondta, nem látott egész nap. Intéztél valamit Martin Durantival? Nem sokat. Kellemes meglepetés, hogy eljöttél meglátogatni. Köszönöm, kérek. Bocs a rendetlenségért. Azt hiszem, ha apád megtudná, hogy itt vagy nálam. Bobby... Olyan kevéssel boldogá tehetnéd őt, ha akarnád. Van egy nagynéném, aki Kévesztben lakik. Örökölt egy kis műhelyt. De ő már öreg és fáradt ezzel foglalkozni. El kellene neki egy ügyes kéz. Egy ezermester. Em, el tudsz engem képzelni, mint egy mindenest. Ugyan. Ugyan már.
Nem lesz elég jó. Az ellenfél nagyon hamar lefekszik neki. Szerintem remek nincs, és még nincs vége a harcnak. Rájönnek a csalásra. Ide igazi verekedés kell. Túlságosan sima a meccs. Ne félsd őket. Most nézd meg! Ne kímél! Ez egy bedős megsejítés kármelyik boxoló. Az emberek el akarják hinni, amit látnak. Igazi súlyos pofonokat akarnak. Én tudom, ki tud igazi pofonokat adni. Kérdezd meg őket. Ezt kapd el, öcsi, ne van áldát. Fogadd meg a tanácsot, menj vissza budit takarítani. Na, mi lesz, öcsi? Mit csinálsz, fiú? Ez fáj a levegőnek. Na, gyere! Ballal! Ballal indíts! Nagyon élvezem. Csak meg ne fázz! Te meg ne beszélj annyit, nem vagyok kíváncsi a véleményedre. Csak dicsértem a fiút. A baj, hogy nem valami nagy szám. Edinek igaza van. A tehetséges a fiú. Ki kell hozni belőle a legtöbbet, majd én gondjaimba veszem. Ez a gyerek nem viszi semmire. Rajta, Bobby! Csípked magad! Használd a jobb kezed is! Segítség! Segítség, emberek! Még a végén kiüt a fiú! Szép volt! Na, ilyen pofonokról beszéltem. És akkor újra lesz bajnokunk. Gratulálok. De azt hiszem, nagy hibát követtél el. Ez a Duranti csak bajt hoz rá. A hozzá hasonlók zűlesztették le a sportot. Tévesz, Larry. Én komolyan támogatom a sportot. Meglátod, ez a fiú igazi bajnok lesz, és ebben segítenünk kell neki. De nem a maga kijelentése miatt. Ugyan, hagyja már beszélni a másikat. Szóval, szeretem az egyenes dolgokat. Én támogatom a fiú felkészülését, és azt akarom, hogy maga legyen az edzője. Remélem, egyetért vele. És meg fogunk egyezni. Nos, benne van, öregem. Dehogy vagyok. Ismerem a piszkos ügyleteit. Láttam már maga miatt tönkrement embereket, és nem szeretném, ha most Bobbyra kerülne a sor. Inkább tecázni megyek. Ugyan már. Maga se fogja megbánni Larry. Így el, tiszta eszközökkel fogok játszani. Igyen nekem. Meglátja, minden rendben lesz. Csak arra kérem, dolgozunk együtt a fiú kedvéért. Tudod mit, Bobby? Szaladj haza gyorsan, térdepelj le és imádkozz, hogy semmi jó ne történjen veled. Meghallgat engem is? Nem érdekel, mit beszélnek róla. Bajnok akarok lenni és hiszek neki. De magára is szükségem van. Nos, jól jegyezzék meg. Ebben a fiúban dinamit van, mint Marcianóban volt. És ő is viszi legalább annyira. Kivel verekszik meg először? Kid Vance-el. Vance már 2 éve nem lépett szorítóba. Igen, de 2 évvel ezelőtt majdnem ő lett a bajnok. Tudom, tudom. Most csak annyit ígérhetek, hogy ez a fiú nagy harcos. Kemény jelenc, kemény legény. Nagy meccs elé nézünk, ezt bátran megírhatják, mert ezt én mondom, és most pesgőzzünk. Egészségügyre. Igyon velem egyet. Remélem, tőlem elfogadja. És a maga pohara? Nekem nem kell. Hé. Muhammad Ali ilyenkor azt mondja, én nem élek ezzel. Anne, hova mész?
Ne tégy úgy, mintha nem tudnád. Tudod, hogy ellene vagyok. Nem akarom, hogy elmenj. Elmegyek. Elmegyek! Szeretem Bobit! Szeretem, és ebben nem akadályozhat meg! Anne! Bocsáss meg! Bocsáss meg, Anne! Értsd meg, te vagy az egyetlen fontos ember a számomra. Olyan nehéz ezt megérteni. Nem akarom, hogy egy ilyen senkiházi csak úgy elvegyen tőlem. Nem engedem meg még az életem árán sem. Csak a te érdekedet nézem. Hidd el, jót akarok. Nekem több, mint egy boxoló. Állj, állj! Fejelésért egy pont a piros sarokban. Egy pont, egy pont, egy pont. Fogvédőt, rajta vagy, nagyon jól csinálod, fiú, csak ne hagyd pihenni, érted? Ne hagyd, üzd, kezedben a meccs. Ne engedd ki. Indítsd a jobbot! Bőtre a székedel, és mosolj. Méltóság teljesen. Győzni fog, meglátod. El itt van. Most ne vele törődj, erre a vadállatra koncentrálj. Addig kell verned, amíg el nem sötétül előtte a világ. Megcsinálod. Húzd bele. Tiéd a meccs. Segítők, szorítót elhagyni. Négy, öt, hat, hét, nyolc, jól van. Box. Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, nyolc, kilenc, tíz, megvan! Itt jön. Itt van Melike. Itt Bobby. Remekül mutatkoztunk be, hadd lássam a szemét. Álhudan semmiség. Uraim, ez történelmi pillanat. Maga is remek munkát végzett. A következő feladat a balkéz erősítése. Kérem. Majd én nyilatkozom az újságnak a jövőt illetően. Elindultunk a csúcsra. Nos, tartsanak velünk, ünnepeljünk. Én inkább aludnék. Sajnálom, Doranti úr, nekem is más tervem van. Oh, de sajnálom. Akkor legközelebb majd előre megbeszéljük az ünneplést. Jó, Bobby? Az önöké, uraim. Jegyezd meg, Bobby, akkor aztán oda az egész munkánk, érted? Ne is kuljon, értem, már foglalt vagyok. Nem vagy egy telefon, Bobby. Nekem ne féljetek, még nem jött be. Szerettem volna, ha ott van Isten. Én is szerettem volna ott lenni. Csak egy pár percet láthattam a meccsből, de az is csodás volt. Egy címlapra kerültél. Martin azt mondta, hogy megindultunk a csúcsra. Eddig már öt olyan bunyossal dolgozott együtt, mint én. Csak egy kis karcolás. Néhány nap múlva meg se látszik. Viktor! Viktor, megnézni az új árlistát. Kifelé a boltomból, te kurafi. Papa, kérlek! Csend legyen! Veled majd később beszélek! Miért haragszik rám, Benson? Mindent megmagyarázok. Kimegy szépen önszántából, vagy saját kezüleg dobjam ki? Papa, ne! Kérlek! Azt akarja, hogy szép tudom, segít! Hagyja békén a lányomat! Ilyet nem parancsolhat. Adjon egy lehetőséget, hogy bebizonyítsam, ön tévesen ítél meg. Most nyertem meg az első meccsemet. Szóval bajnok, mi? Ne! Papa! Hagyd abba, kérlek! Ne!
Majd én megmutatom ennek a bajnokocskának, hogy mi a húgya. Ne csinálj ezt, Benson úr. Vagy... vagy mi lesz? Mi csinálsz, te pojáca? Ne bánsd, meg akarod ölni, mi? Istenem, ne haragudj el. Nem én kezdtem ezt az egészet. Menj innen, könnyel. Látni se akarlak többé. Gyerünk, Bobby! Javás! Bob! Bob! Ah, te aztán karriert csináltál, mi? Nem itted volna, mi? De ha bármire szükséged van, csak szóljál bátran, jó? Meg fogod nyerni a meccset, és tőlem is megkapsz mindent. Azt hittem, már elfelejtetted ezt a lányt. Nem. Ha bajnok leszek, csak neki köszönhetem. Szia, Bobby. Szia, Ann. Örülök a szép sikereidnek. Elérted, amit akartál. És apád is, amit csak akar. Minden jót, Bobby. Oké, keményebben. Na, eszi magas. Elegem van. Rendben, már elég. Menj haza, zuhanyozz le. Add a kesztyüket, majd én elrakom. Ez aztán férfi mulatság. Tudom, minden emili hölgyeknek bejönni, de tudják. Martin már egy hete elutazott Olaszországba. Én meg olyan magányosnak éreztem magam, még én is unalmas. Gilda, ne csinálja. Semmi baj, hogy idejött, de... gyorsan lezuhanyozom és hazaviszem, jó? Vigyázz magadra, Bobby. Ne aggódja. Akkor viszlát. Mit látnak szemeim öregen? Ez Bobby.
És most hova viszel? Haza. Ne. Martin nincs itt van, és nem akarok egyedül maradni. Szerintem te sem szereted, ha egyedül kell lenned egész éjszaka. Ezt meg miből gondolod? Én aztán tudom, hogy mi kell egy férfinak, ha magányos. Tényleg? Igen. És egyetlen dolog segíthet ezen a betegségen. És pedig a pia? Nem. Félreállnál egy pillanatra? Igen. Most mit akar csinálni? Elég hamar megkapta a fiú, amit akart. Így oda megmondultál? Még a véleményedre vagyok kíváncsi. Kívánok és kész. Szerelemre vágyom, és szerintem te is vágysz rá. Ez a szemét állat betett a karrieremnek. Most meg a főnök nőjét kúrja. De most rábaszik, mert Duranti tulajdonára fáj a foga. Ebbe beletörik Adi kicse. Ez őrültség. Ki az? Én vagyok, Larry. Nyisd ki! Mi van? Mozogj már, fiú, tűnjünk el. Mi baj van? Hogy mi baj van? Baby és Slim ott vártak rám az edzőterem előtt. És akkor? A felébe is öltöz már fel, majd aztán elmondok mindent részletesen. Öltöz már, öltöz! Gyűlda, kelj fel! Édes fiam, te hülye vagy. Tegnap este, amikor idehoztad a hölgyet, valaki követett benneteket. Mozgás, nincs egy perc veszteni való időnk se. Nem félek a gorilláktól, sőt, még Martintól sem. Mibe keveredtem? Miért mondod ezt? Neked nincs veszteni való. De van. Mindent elveszíthetek. És nem kapok semmit cserébe. Martin az utcáról szedett fel. Nem akarom, hogy visszaküldjen ezért a kiruccanásért. Tűnjünk el innen. Maguk menjenek vissza az edzőterembe. És veled mi lesz? Martin csak este jön haza. Van egy kis időm, hogy kitaláljak valami mesét. Gyalog megyünk le. Nem járt itt senki. Nézd! Ennek a leletnek nem fog örülni Duranti úr.
Üdv, bajnok! Remekül nézel. Szavasz, Gilda. Mi történt vele? Ne itt beszéljétek meg a félbeszakított pásztorórát. Inkább beszéljünk, bár kicsit kellemetlen lesz. Erről a buta kistárról. Beszélnem kell veled. Tessék, ülj le. Hagyd magunkra, Szívi. Nem akarsz egyet úszni. Üzletről fogunk tárgyalni. Dolores, egy italt. Köszönöm. Nem tudod, mit hagysz ki. Dolores keveri a legjobb daiquirit. Én kérek még egy daiquirit, de jó hideget. Figyelj, ami Gildát és engem jön. Nem. Egy szót se. Most nem erről akarok beszélni, hanem a te jövődről. Lesz egy kis változás. Mi? Elhalasztjuk a Duncan elleni meccset. Miért? Néhány hónap haladékot kértem tőlük. Szeretném, ha addig is jó meccsekkel készülnél ellene. Egyet már lekötöttem. Miről beszélsz? Remek formában vagy. Azt én döntöm el. Azt hittem, vége a felkészülésnek. A bajnokságot akarom. Mindent ezért csináltam. Én is. Hadd mutassam be a következő ellenfelet. Ő az? Igen, ő. Hogy vagy, bajnok? Meg van beszélve. Minden. Persze jobbat érdemelnél. De hát őt is komolyan kell venni. Kivált kép, ha ő is bunyózni akar veled. Ez mit jelent? Nekem? Semmi. Eddie erősködött annyira, ugye? Öcsi, a padlóra küldelek, de csak az ötödik menetben. Bohóc. Ez nem bohóc tréfa, mert te tényleg padlón leszel. Az ötödik menetben. Elterülve, mint a tehén szar. Nehogy azt itt, hogy megvásároltál, te szemét rabszolgakereskedő! Nyugi, haver. Ezután nem bunyózol többé a saját dicsőségedért. Az életedért fogsz bunyózni. Gondoltam, megöllek, mert elvette Gildát. Eddie meggyőzött, hogyha kiüt téged az ötödik menetben, úgyis a pénzemnél leszek. Menj a pokolba! Mindenki oda jut. A dohányzás káros az egészségre. Ezt neked adom. A mesés karriered emlékére. Dobjátok ki a házamból. Pillanat, szólok neki. Papa, Szolvesztró kérdezi, hogy mész-e pókerezni ma este. Ó, ma este nem, megbeszélésem van. Hú, már el is késtem. Fred, vedd át a boltot. Kitty, a zakómat. De hová mész? Most van egy kis problémám a lelkiismeretemmel. Egy pappal szombat este? Nem, de azt az ember sose tudhatja, hogy mikor lesz rá szükség, ugye? Vigyázz magadra. Hé, hol az akó? Viszlát! Mennyi a tét meridjenre? 5-1 lesz. Nagyon gyatra tét. Sima győzelem. Hogy megüssön! Gyert keresztbe! Meg akarod öletni magad? Minden, minden erre van már jobban. Bobby, jól érzed magad?
mint egy rakás szar. Lélegezz! Jó mélyen! Rávolj, faszikám! Az ötödik menetig ne ütlek! Én még ilyent nem lát. Lehet, hogy csak tetteti. És ha lefizettik? Á, nem, nem. Akkor mi ez a szemét bunyó? Lefekül? Vagy mi van? Duranti azt üzeni Meridian harcoljon sokkal meggyőződben. Mit mondtam neked? Lefizették! Étel, mennyit fizettek ezt? Lószal, ez nem vasököl! Meridian, szégyeld maga! Idekez! Üss keresztbe! Állítsd meg! Ne hátrálj! Ezt a tökéletet! Teljesen tönkretesz a hírnevemet. Eleget láttam már elmegyek. Ülj le! Sehová sem lesz. Végignézed, hogy terjel a szeretőd, mint a béka. Bobby, lépj el, mozog! Hé, mit akarsz, ez öngyilkosság? Még meg se ütötted. Legalább üss vissza! Bobby, majd én mondom meg, mik... Lássam! Mi van, töketlenek? Megegyeztetek? Berekedjetek már! Üsd ki, Eddie! Üsd ki! Hogy itt néz, Bobby, csak most kezdi! Akkor mennyit kapok? Nem tudtam ráéztem. Ez a fiú egyáltalán nem tudtam. Üsd! Sorozd meg! Ez az, Meridian! Négy, öt, hat, hét, nyolc, kilenc, tíz. Most jön a java! Közelebb bajnok akarok lenni. Három hónap. Ugyanebben az arénában, ahogy azt tervezt. Ígérem, igazi harc lesz. Duranti úr beszélni akar veled. Most megfelelne? Kapkod magad, öcsi!
mozgás! Miért nem gratulálsz a hősödnek? Szállj ki! Beteg vagy. Azt mondtam, kifelé. Nekem is kényelmetlen, de hát mit tegyek? A hírnevem kockáztattam érted, hogy igazi bunyós legyél, de te hálátlan voltál. Sose hagyd el azt, aki szívből támogat. Sose leszel az a boxoló, aki voltál. Így áll csak, Szívi. Így áll csak. De ne feledd ezt a látványt. Legközelebb a csinos kis pofidat készítjük ki. Szóljatok Larrynek, jöjjön a bajnokáért. Mondjátok meg, hogy kanalat is hozzon magával. Így jár, aki Durantival újat húz. Tanulság van? Már sokkal jobban. Egy orvos barátom darabonként rakta össze a kezét. Maga sokat segíthet neki. Van itt még valaki, aki látni szeretne. Tessék. Fiatalember, bocsánatot kell kérnem. Őszintén sajnálom. Tudja, apránként ismertem meg magát. Olvastam az újságot, elmentem a meccsére, és végre igazán megismertem. És meg kell vallanom, a ritkaság számba megy az olyan ember, mint maga. És még valamit el kell mondanom, amiről még én sem tud. Magam is boxoló voltam régen. Vihettem volna valamire. De belekényszerítettek egy bundázásba. Majd újra, és megint. Szerencsém volt. Ne kérdezd miért. Anyád mentett ki a bajból. Különben nem lenne boltom ma. Hát akkor mennem kell. Ma leltározunk a boltban. Ha bármire szüksége van, csak hívjon fel. Bátran. Kösz, papa. Hé, hey, úgy látom, itt nincs szükség az öregekre. Jobb, ha én is megyek. Ezt öreg napjaidra szántam. Hát addig még van időm. De most hihetek a kuckó, itt senki se talál rátok, ne féljetek. Say you remember when love was brand new.
Nos, az ízületek szépen javulnak, Meligen úr. Mikor bunyózhatok? Már az is csoda, hogy a csontjai összefortak. De a kezét soha semmiféle megerültetésnek nem tehetik ki. A kézcsontok és az ízületek szörnyen összeroncsolódtak. Sajnálom, Meligen úr, de ilyen kézzel boxolni annyi, mint kalapáccsal órát szerelni. Maradandó károsodást okozna. Kérdezze meg egy másik orvos véleményét is. Nem hiszek magának, Doki, hiszen Larry barátja. Nem kell boxolnod. Nézz a szemembe. Szeretlek, akármit is csinálsz. Bobby! Bobby! Monitor bedöglött. Akkor menj és ellenőrizd. Minden rendben. Nem érdemes hívni őket, most magadnak kell kiállnod. Nézd meg ezt! A doki szerint soha nem bunyózhatok. Te kerested a bajt. Most megtanultad. Senki sem marad adósom. Én csak azt tudom, Martin, hogy én nem bunyózhatok. Ezt tanultam meg. Ő nyírhat ki engem? Ne üld meg! Bobby, hagyd abba! Azt kapja, amit megérdem! Engedd el! Kérlek, ne ülj meg! Kérlek! Kérlek! Szarházi, veled megyünk! Pedig sokkal jobbat érdemelnék. Hová mehetnék? Bárhol jobb lenne. Felejtsd el, ami történt! És ő is elfelejti! Teszek rá! Üdv, Larry! Sok a munkád? Takarítasz? Nem. Kilépek.
Nem bírom már elviselni ezt a bűzt. És mihez kezd a bajnokod egyedül? Bobby már nem boxol, tudott-e azt jól? Már be is jelentettük, hogy nem áll ki Duncan ellen a bajnoki címért. Igen. De arról még nem tett le, hogy rajtam bosszút álljon. Most én jövök megint. Hol van Bobby? Kapd be! Finoman. Finom. Tiszta szesz. Itassátok meg vele mindet. Aztán menjen horgászt. Résztvétel. Imádkozom önökért is. Köszönöm. Bobby. Sajnálom a történteket. Ott nőttem fel az edzőteremben, a barátom volt. Még ha ki is hajtotta a belem. Meligen úr, mit tud a haláláról? Mi lesz most a Duncan elleni meccsel? Az edzője azért halt meg, mert részeg volt. Tudta róla, hogy iszákos? Apámat én tiszteltem be. Egyszer se láttam. Egy hónap múlva lenne a meccs Duncannel, elhalasztja? Vagy felkészül rá rendületlenül? Mostanában miért tűnt úgy el Meligen úr? Azt terveztem, visszavonulok. Abba akartam hagyni a bunyót. De Larry emlékére kiállok Duncan. Tartozom neki ennyire. Bemutatom az új edző. Victor Benson. Segít nekem? Teljes szívemmel. És én győzni fogok. Szia, Bob, beszélünk. Mit akar? Tudni akarja, hogy visszalépsz-e. Bunyózni fogok, és legyőzöm Duncant. Te viccelsz, öreg. Nem győzheted le a bajnokot ilyen kézzel. De a fogadók ezt nem tudják. Sokan bíznak bennem. Tudom, hogy Martin Duranti hatalmas pénzt dol a meccsbe, és természetesen nyerni akar. Igazam van, nem? Titokban akarod tartani a kezed? Titokban, Eddie. De nem Duncan előtt. Biztosan rájön, amikor megszólal a gong. De ajánlom neked is, ne előbb. Megértettél, Eddie? Edz tovább, Bobby. Ez lesz az utolsó meccs. Igen.
A bookmakerek 4-1-hez dobannak Duncanre. És a tétek emelkednek. Azt hiszik, hogy az a személy tényleg győzhet. Ha megfeszül, akkor sem. A jobb keze teljesen trokott. A balban meg nincs annyi erő, hogy kiüsse Duncant. Teljesen megbízható forrásból tudom, hogy egy fillért sem ér a keze. Gyerünk! Így nem tudom fejleszteni a lábmunkát. Nem karbantartó edzésem. Bolond voltam. Vigyázz, csak egyszer használd a jobbod. A sorozat végén. Ez az, fiú. Ez az, fiú. Az állra. Hadd higgye, Tanke, hogy csak a bal kezed jó. Így jó lesz. Csak ballal. Ezzel ütöd ki. Üsd! Verd szét! Ez az, ez az! Most, hogy kijött a védekezésből, megindul a jobb egyenes. Jó van, ez jó volt. Hölgyeim és uraim, a kihívó Bobby Milligan. 212 font. A kihívó súlya 212 font. Hölgyeim és uraim, a bajnok Ray Duncan. Én vagyok a bajnok. Ez az én díjam. Én vagyok ma a legjobb. Én vagyok a legnagyobb. A bajnok súlya 228 font. Azt hallottam, hogy félelmetes a jobb kezed. Hát nem az ment gajra? Tudod, mit teszek rá? Mert ha egyszer megütlek, azt se fogod tudni, melyik az orrod és melyik a füled. És nem tudsz orrot fújni. Na, nem a. Hogy legyen valami tétje is, szeretném, ha tudnád. Rád tettem az összes megtakarított pénzemet. A tétek ugyanis így nőnek, mert Duranti meg Duncanre tett nagy dohányt. Fú, ma nem lesz ebéd. Lenny! Ez jó mesült. Hé, Ann! Vedd fel, Bobby. Halló? Figyelj jól, Bobby. Mert te vetted fel újra a kesztyűt. Itt van a barátnőd. Pofa be, én beszélek. Szeretem, ha be vagyok biztosítva. Mert te még nem tanultad meg, hogy lehet valakit kordában tartani. Rendben. Hallgasd az ajánlatom. Ha a mérkőzés előtt ide találnál jönni, a barátnőd eltűnik. Ha veszítesz. Egy hajaszála se görbül meg. Remélem megértetted az ajánlatom, és nem csinálsz butaságot. Tudod, szeretem, ha a nép jól szórakozik. Még jelent. Hé, és vidd a pénzed a bankba, az biztonságos. Mi történt? Mi történt? Vigyétek a hátsó traktusba és őrizzétek. Ne kezd már megint. Nem kezdem, csak rátöltök, és remélem, hogy felejteni tudok. Ne, te szegény. Én is elmegyek a meccsre. Szeretném látni, hogy a nagy Martin legyőzi a kis embert. Menj a francba az üvegeddel együtt.
Szeretettel üdvözlök mindenkit itt ebben a csodálatos központi sportcsarnokban. Martin Duranti segítségével rendezhetjük meg a Nemzetközi Ökölvívó Szövetség nehéz súlyú világbajnokságának döntőjét. A mérkőzés 15 meret. Vezeti Bill Connors. Bemutatom a küzdőfeleket. A piros sarokban, piros-fehér szerelésben a kihívó, a 212 pont súlyú Bobby. Miami-ből az aranyökű Melliger. Melliger! És az ellenfél a két sarokban a 228 pontos ötlöző Indianapolisból Ray a bajnok. Fekete szabályt ismertettem még az öltözőben. Van kérdés? Becsületes harcot kérek, ellenőrizzék a kesztyűket, és kezdjünk hozzá. Ami lesz? Kérdjük, csak szép, Duncan. Biztos, hogy egy meretet sem enged át. Ezt a nyugos tempót rákényszerít kell vettem. Bobby! Bobby! Duncan! Az ő jó bizony. Duncan csak rájött, hogy a fiúnak nincs jobbja. Hogy megy? Ahogy mennie kell. Melliger eddig még egyszer sem próbálkozott támadással, csak védekezett. Még egyszer sem indította el az aranyat érő jobbját. Vallal szurkálgatott egymás után, de ezzel nem tudta megállítani Duncan. A kihívónak sokkal többet kell mutatnia, ha el akarja nyerni a bajnoki címet. Duncan ebben a menetben is félelmetes ütéseket vitt be ellenfelére. A kihívó legtöbbször kettős fedezékbe vonult. De a pártusnak mindig sikerült megtalálni a rés, és rettenetes ütéseivel megrendítette az ellenfelé. A kihívó szabálytalan ütéseivel a mérkőzés vezető többször figyelmeztette őt. De Melligan nem tudott változtatni arcomra. A mérkőzés eddig van valami kifogása? Melligannek nem sok esélye van, hogy megfossza Duncan. Ne menjen oda. Duncan az egyik saroktól a másikra. Te szemét, kurva!
veled megyek. Szeretném látni. A foglyodót. Már csak két minet, és vég. Nos, kedves boxrajongók, a ma esti döntő úgy zajlik, amit a Duncan elképzelte. Úgy tűnik, a fekete fádot nem fogja átadni a trón Bobby Merigannek a kicsikójának. Az igazat megvalom, a Merigan alig áll a lábán. Mikor jön már ki? Azt mondták, 10 perc. 10 perc? Már fél órája volt. Menjünk ezen. Fleck. Egy lélek sincs benne. Miért erre? Biztonságosabb. És ott az autóm. Siessetek. Állj! A slusszkulcsot. Megünnepeljük a győzelmeteket, persze az én sajátos módomon. Kifelé! Mozgás! Na, gyerünk! Tessék, a tiétek! 2 millió dollárt veszítettem. Tudod, csak egy módon pótolhatom az óriási veszteséget. Nagy örömemre szolgál, hogy szabadon látom a lányt.
Nem mondhatjátok el rólam, hogy szívtelenül elszakítalak egymástól. Persze, kutya bajom. Ne aggódj, értem. Megpróbálom magam után csalni. Légy óvatos. Vigyázz magadra!